Sziasztok, Fanni vagyok, és a mai videóban azt szeretném elmondani, hogy én milyen könyveket tervezek megvásárolni a könyvhéten, és hogy miket javaslok nektek, milyen új megjelenések azok, amikre érdemes odafigyelni. Mielőtt belemennénk a videó témájába, azelőtt egy kis hirdetés következik. Rubival létrehoztuk a saját Discord szerverünket, ami a Mangatón nevet kapta, tehát összeraktuk a mangát, a manvát és a webtoont, és így született meg a név. Ebből lehet is arra következtetni, hogy ez egy olyan Discord szerver, ami elsősorban mangák, manvák, webtoonok, animék és ázsiai sorozatok kibeszélésére szolgál, mivel Rubival mindketten nagyon szeretjük ezeket, és gondoltuk, hogy létrehozunk egy kis közösséget, ahol tök jól lehet ezekről beszélni. Már egyébként el is indultak jó beszélgetések, úgyhogy csak javasolni tudom, én nagyon élvezem. De amúgy van egy ilyen off-topikus részlegünk is, ahol minden másról is lehet beszélni. Hogyha gondoljátok és szívesen beszélgetnétek velünk, akkor csatlakozzatok. A meghívót azt lerakom a videó leírásába. És akkor vissza a témáinkhoz. Könyvhét előtt, meg könyvhétre is jó sok könyv szokott megjelenni. Én most nagyon komoly könyvstoppon vagyok idén, legalábbis magamhoz képest, vagyis a tavalyi évemhez képest, ami nagyon durva volt. És ezért viszonylag kevés könyvet vettem, de azért vannak olyan könyvek, amik felkeltették az érdeklődésemet, és egyébként most pont úgy vagyok, hogy könyvhéten vásárolhatok könyvet, mert mindent elolvastam, amit eddig megvettem, és hát a könyvhetes vásárlást azt így egy vásárlásnak veszem, csak nagyon óvatosan kell vennem a könyveket, mert meg is kell, el is kell olvasnom ezeket a könyveket, mielőtt új könyvet vehetnék, úgyhogy óvatos leszek, de azért megmutatom, hogy mik azok, amik engem érdekelnek. Ami teljesen fix vásárlás, és igazából már elő is rendeltem, az a Penge az új életem, vagyis angol címén az I Reincarnated as a Sword. De csodás volt a kiejtésem, mindegy, engedjük el. És ez egy manga, méghozzá egy isekai manga, és azért tök fontos ez a megjelenés, mert végre, újra hosszú idő után egy olyan manga jelenhetett meg, amivel japán kiadóval volt közvetlen kapcsolatban a kiadó, tehát nagyon fontos, hogy mennyire fog fogyni ez a manga, és ezért is javaslom azt, hogy ha szeretitek a mangákat, és szeretnétek, hogy legyenek manga megjelenések Magyarországon, akkor is, ha mondjuk az isekáért nem vagytok annyira oda, akkor is vegyétek meg, lehetőleg a Fumax standjánál, hogy ezzel is támogassátok a kiadót, és így a bevétel 100%-a hozzájuk mehessen. És tudom, hogy most nagyon sok videómban elmondom ezt, de tényleg most így a szívügyem lett a manga kiadás, mert nagyon megszerettem a mangákat, úgyhogy hajrá mangák! És egyébként még egy manga az, amit megveszek, így a Penge az új életemmel együtt rendeltem elő, az pedig a Kagaszternek a negyedik része, én szeretem ezt a sorozatot, úgyhogy folyamatosan szerzem be az új részeket. Ami nagyon-nagyon érdekel, az a ragyogás, ez konkrétan könyvhétre fog megjelenni, és ez nem Stephen Kingnek a ragyogása, meg nem ilyen-olyan ragyogás, hanem ez egy teljesen új, amit az Anassa könyvek fog hozni, és engem nagyon érdekel ez a kötet, mert teljesen ilyen Szépség és szörnyetek feelingem van tőle. Amikor megnéztem a borítót, már az a borító maga is teljesen olyan volt, és aztán elolvastam a leírást, és szerintem tök érdekes az, hogy egy fantasy világban játszodunk, és a két főszereplő két különböző fajba tartozik, mindketten arisztokraták, és egymással ilyen politikai házasságot kell kötniük. És nagyon jól szórakoztam a leíráson, amikor a férfi szemszögéből az volt, hogy hát várta, hogy a mennyasszonya csúnya lesz, és az is, de hogy a belső szépség, és én nagyon kíváncsi vagyok így, hogy mi lesz itt, hogy lesz ez az egész kezelve, hogy egyáltalán nem vonzódnak fizikailag egymáshoz a főszereplők, mert hát egy másik faj, más a szépségideál, de hogy mégis, hogy szeretnek bele egymás személyiségébe, engem ez nagyon érdekel. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyi politika lesz benne, én azért várom, hogy azért legyen egy kicsi, és hogy így szórakoztató legyen. És nagyon tetszik az, hogy itt van a fantasy, a romantikus címke, viszont nincs erotikus címke, és ezt most a gonosz asszisztensével is megkaptam az Anassa könyvektől, és az nagyon bejött, úgyhogy ezért gondoltam rá, hogy akkor ezt is szívesen elolvasnám. Ami még teljesen biztos, hogy vásárlás lesz a részemről, az Golden Lane-től a Farkashajsza. Ez a farkastestvéreknek hát olyan folytatása, hogy 20 évvel később, tehát vannak összeérő szálak, de elvileg önállóan is élvezhető, és remélem, hogy önállóan is élvezhető, mert most nincs kedvem újraolvasni a Farkastestvéreket, viszont ezt meg el akarom olvasni.
Úgyhogy ezt tuti, hogy megveszem. Azon, hogy megyek-e dedikálásra, azon még gondolkozom. Egyébként vasárnap lesz, vasárnap délután, hogyha jól emlékszem. Csak alapból vasárnap nem terveztem kimenni, és még nem tudom, hogy csak emiatt kimegyek-e. De majd meglátom, azt tuti, hogy a könyvet azt be fogom szerezni. Ez amúgy, ha nem ismernétek Golden Lane-t, akkor ő általában valami fantazit vagy skifit ír, de hogy az a lényege inkább, hogy humoros kalandregény. Nagyon egyedi a stílusa, és szerintem nagyon szórakoztató. És nagyon-nagyon gyorsan megadnak a lapok. És az előbb megtámadott a polcomról a Fullmetal Alchemist manga, amit azért raktam ki, mert most olvastam el, és nagyon tetszett, de hát nem tudom, ezek szerint ő annyira nem szimpatizál velem. Viszonylag új megjelenés még, ami érdekel engem, az a Varázsló kalauz önvédelmi sütéshez. Ez Kingfishernek a talán első magyarul megjelent regénye, és nagyon sokan olvassák, meg olvasták így booktube-os körökben, meg a booktube Discord szervelen is, és nagyon sok embernél látom, és igazából ezért érdekel engem. Hogyha jól vettem ki, ez egy ilyen ifjúsági middle grade horror, de hogy ilyen cozy horror, és annyit tudok, hogy a főszereplő lánynak, kislánynak, 12 vagy 14 éves, szóval annyira nem is kicsi, az olyan varázsereje van, ami így a sütésben jön ki. Tehát, hogyha süt valamit, akkor azzal történik valami varázslatos dolog. Ez amúgy nagyon érdekel, viszont sok ember van, akitől kölcsön tudom kérni, úgyhogy emiatt még nem döntöttem el, hogy megveszem-e, de elolvasni el fogom valamikor. Még amit tervezek megvenni, az a Bright Ellie Hazelwoodtól, ez a Maxim kiadónál jön, ahogy az Ellie Hazelwood többi kötete is. Ez azért érdekel nagyon, mert én eddig csak két kötetet olvastam Ellie Hazelwoodtól, de mindkettőt nagyon szerettem, egyébként talán a két legerősebbjét, vagy amit a legjobban szeretnek az emberek. Én amit nem szeretek nála, az az erotika, szerintem nem jól ír erotikus jeleneteket, meg amúgy is tudjátok, hogy nem szeretem az erotikus dolgokat. Viszont a karaktereit, meg a stílusát szeretem, és tényleg ilyen nagyon limonádé, ami nyáron szerintem tökéletes, és ez a kötet most azért érdekel nagyon, mert ez fantasy lesz, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ír fantasyt. Ezek azok a kötetek, amiket nagyon várok, és még nem vettem meg, és van néhány kötet, amit ajánlani szeretnék nektek, amik mind 2024-es megjelenések, csak nekem már megvannak. Az egyik ilyen az a Metropolis Media kiadótól, az Emlékeim az angolnáról. 4,5 csillagot adtam erre a kötetre, viszont maga az olvasási élmény az teljesen maradandó volt, és nagyon szerettem ezt a könyvet. Ilyen egy-két apróság miatt mondtam le 1,5 csillagot, de azt tuti, hogy évek múlva is emlékezni fogok erre a könyvre. Szóval tényleg nagyon-nagyon jó volt. Ez egy Japánba kalauzol minket, egy modern Japánba, igazából nagyon sok trauma van ebben a könyvben, nagyon jó japán a lapokról, szóval hogyha szeretitek ezt a kultúrát, és szeretnétek többet megtudni róla, meg így, ahogy milyen az ottani embereknek az élete, és mondjuk szeretitek a krimit, bár nem muszáj szeretni hozzá a krimit, mert én is szeretem, mégis szerettem ezt a kötetet, akkor nagyon tudom nektek ajánlani. Három női karakter van a középpontban, és van egy nyomozós szál is, és nagyon szerettem azt, ahogy a misztikum keveredik a valósággal, szerintem tök érdekes volt, ez volt a kötetnek a legerősebb pontja, úgyhogy ezt tudom ajánlani mindenkinek. Most jelent meg még Michael Waldennek a 100 000 mérföld című kötete, ez az új regénye. Én még nem olvastam el, de már megkaptam recenzióba a kiadótól, amit itt is köszönök nekik. És hogyha szeretitek a magyar férfi szerzős, hát fantazit, skifit, akkor tudom ajánlani, szerintem jó lesz. Az előző kötetére 4 csillagot adtam, és nagyon kíváncsi vagyok erre, hogy ez milyen lesz. Most így, nem tudom, úgy érzem, hogy így szívesen olvasnék valami ilyen utazós fantazit, amiben elvileg van romantika, de hogy az előző kötete alapján teljesen más, hogy lesz ez kivitelezve, mint alapból a romantika, amiket én olvasni szoktam, úgyhogy ezért is kíváncsi vagyok rá. Ajánlom még nektek a Sose kövesd a lidércpintját, ami Kim Catlinek az alkotása. Ez egyébként egy webtoonból lett fizikai kötet. Nagyon-nagyon szép. Én nagyon szerettem, nagyon különleges az rajzolása, nagyon érdekes a történet, és ami extrán érdekes ebben, hogy ez egy magyar alkotós történet, tehát tényleg ez az első olyan webtoon, ami magyar alkotós, és itt fogom a kezemben, és tényleg jó volt, úgyhogy, hogyha szeretitek az ilyen
fantasy cuccokat, kicsit sötét fantasy cuccokat, akkor ez mindenképpen egy jó választás lehet. A gonosz asszisztense is egy viszonylag friss megjelenés, én nagyon-nagyon szerettem ezt a kötetet. Annyi az alapsztori, hogy a főszereplőnk Evie beáll az ügyeletes gonosznak az asszisztensének, mert kell neki a pénz, és akkor a gonosz ilyen mindenféle rémtettet követel, amivel rettegésben tartja a birodalmat. Viszont áruló van a sorai között, a pribékjei között, és Evie-nek a feladata, hogy kiderítse, hogy ki az áruló, hogy megmentse ezt az egész gonosz vállalkozást. És egyébként ez egy olyan sztori, ami egyszerre volt romantikus és humoros. A humor az nagyon fontos, de mégis foglalkozott mélyebb témákkal is, és kicsit ilyen önmaga paródiája is volt ez a kötet, tehát hogy olyan úgy hozta be a kliséket, hogy élvezhetőek voltak, de egyszerre nevetett saját magán. Úgyhogy én nagyon-nagyon szerettem ezt a kötetet, nekem 5 csillag lett, és tudom ajánlani nektek is, hogy vegyétek el meg, és olvassátok el, ha szeretitek az ilyeneket. Ja, és ami még nagyon fontos, hogy nem erotikus romantikus. Tehát ez egy olyan romantazi, amiben nincs erotika, de vannak benne ilyen nagyon jó csipkelődések, meg érintések, meg majdnem csókok, meg ilyesmi, és szerintem emiatt itt sokkal intenzívebb volt, és sokkal jobban szeretem az ilyet. Idén tavasszal jelent meg még az Emily White Tündér enciklopédiája. Én ezt a könyvet kölcsönbe kaptam egy barátnőmtől, de egyébként már kicsit bánom, hogy nem vettem meg, és még nem döntöttem el, hogy kell-e nekem ebből saját példány. Lehet, hogy majd meglátom fél év múlva, hogy hogy érzek ezzel kapcsolatban, és akkor majd eldöntöm. De nagyon-nagyon élveztem ezt a könyvet, ezért is gondolkozok rajta, hogy megmegyem saját magamnak is. Az alapsztori az annyi, hogy az 1900-as évek elején vagyunk, és Emily White a főszereplője, aki driadológus, azaz tündérkutató, és enciklopédiát ír a tündérekről, és már csak egy izlandi tündérekről nem írt még enciklopédiát, úgyhogy odautazik, hogy kutasson utánuk, és Emilynek nagyon száraz a személyisége, és ez az ő kutatási naplója, úgyhogy az elején kicsit féltem, hogy nekem ez hogy fog tetszeni, de utána, ahogy elkezdtem megismerni Emilyt és az ő stílusát, úgy egyre jobban bevont ez az egész napló, és aztán berobbant egy másik karakter a sztoriba, aki meg egy idő foltja volt az egésznek, és nagyon érdekessé tette, úgyhogy onnantól már tényleg nagyon repültek a lapok, és nagyon szerettem. És hogyha jön a folytatás, akkor majd tudni, hogy rávetem magam. Valószínűleg sokat hallottatok már ezekről, de ezeket is szeretném ajánlani, hiszen a legutóbbi könyves esemény óta jelentek meg, mindkettő egyébként ilyen november-december magasságában, azaz 2023 végén. Ez Besenyei Gábortól a Koplei jó fiú, ez pedig Szabó Krisztinától az Ezüsterdő. Az Ezüsterdő az egy Piroska és a farkas retelling, a Koplei jó fiú pedig 4 jó barátról szól, akik nagyon szerencsétlenek a lányokkal, és ezért kitalálják, hogy hát akkor ők mostantól rossz fiúk lesznek, és így játszmázással majd csajokat szereznek maguknak. Szerintem mind a kettő kötet nagyon érdekes volt, amúgy mind a kettő kötetnek az írója dedikálni fog szombaton, úgyhogy ha szeretnétek elolvasni őket és meg dedikáltatni is, akkor ez egy tökéletes alkalom lesz. Ezek azok a könyvek, amiket szeretnék megvenni a könyvhéten, vagy legalábbis gondolkozok a vásárlásukon, és amiket nagyon jó szívvel tudok ajánlani nektek. Én, ha minden igaz, akkor szombaton kint leszek a könyvhéten, az teljesen biztos, kivéve, hogyha mondjuk 40 fokos lázzal fekszek itthon, akkor nem, de amúgy igen. És még gondolkozok rajta, hogy pénteken kimenjek, mert hogy akkor kisebb a tömeg, de amúgy meg dolgoznom kell, úgyhogy ezt így még nem tudom, szabadságot nem akarok kivenni miatta. Vasárnapon is gondolkozom, ahogy említettem a Golden Lane dedikálásra, lehet, hogy elmegyek, azt látni fogom, hogy mennyire leszek fáradt aznap, és hogy fog kijönni a lépés. Minden esetre, hogyha összefutnánk a könyvhéten, és felismertek, akkor nyugodtan gyertek oda köszönni, és beszélgetni a könyvekről. Valószínű, hogy zavarban leszek, mert eddig csak egyszer-kétszer fordult elő ilyen, de mindenkinek nagyon örülök. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és remélem, hogy találkozunk a következőben. Sziasztok!